Itt is vagyunk, folytatjuk adásunkat. Rióból felszálltunk egy Bilbaóra tartó gépre, megérkezünk Baszkföldre, ami egy nagyon különleges régiója Spanyolországnak, és viszonylag kevésbé látogatott. Nem tudom, jól mondom, kevésbé látogatott, mint a többi régió. Ez viszonylag egy kis titkos szeglete azért az Ibériai félszigetnek, nem? Elsősorban mondjuk úgy, hogy a mi részünkről. Nem mondom, hogy nagyon erősen turisztikai jellegű, de a helyiek nem is akarják. Tehát ők így jól el vannak, rendkívül magas, a legmagasabb életszínvonal Spanyolországon belül is a Baszkföld, aztán Katalunya, de az északiak, ugye utána jön Cantabria, Galícia, Asztúria, tehát ezek a részek azért igen jó módban tudnak élni, de igen zárt közösséget jelentenek. Tehát a Spanyolország ugye az 504.000 négyzetkilométeres területével 43 millió lakos, így nagyságrendeket mondok, egy PC adateltérés itt-ottam ott persze lehet, de minthogyha egész más világba érkeznénk. Ha a középső részén vagyunk, a déli részén vagyunk, a nyugati partoknál, úgy értem, hogy határvonal szerint Portugália fele, avagy a tengerparti oldal és a kantábriai öböl rész. Nagy ez egy külön tengervidék, és ehhez a részhez esnek ezek a felsorolt északi részek, és Baszkföld, ami legjobban a francia területekhez kapcsolódik, hiszen szárazföldi összeköttetés van, és hát ami ott van, amit ők tudnak nyújtani, azon a magas színvonalon turizmust, még Spanyolországon belül is egyedülálló. Én szerencsés vagyok, én 90-es években még jártam vonattal Baszkföldön, és nekem is feltűnt, hogy mennyire más a karakterem mondjuk a Spanyolország többi régiójához képest. De hát azt is el kell mondani talán, hogy a baszk az nem egy új latin nyelv, hanem Európának az egyik legősibb nyelve, tehát egy teljesen más entitásról beszélünk. A mai nap mit lehet ebből érezni? Mennyire erősek még ezek a baszk hagyományok? Mennyire érzed még? Én annak idején a 90-es években nagyon éreztem. Nagyon tudatosan figyelnek erre a dologra, nagyon csendesen, hangoskodás nélkül. Csendesen mindent elérnek, ami számukra fontos. Egy dolgot kellett intelligensen tudomásul venniük, én úgy veszem, ez a saját olvasatom nyilván, hogy Spanyolország része vagyunk, jól van ez így, ahogy van, minden önállóságunk megvan, ipari központ, tehát ami a legtöbbet hoz Spanyolország számára iparból, annak a központja tulajdonképpen a Cantabria rész, és ezen belül is a Baszkföld, ami ugye folyókkal igen szabdal területet, vízigény ugye van iparhoz mindig, és ennek kapcsán csúcs technológiák vannak. Bilbao város egy nagyon fontos érték, ha már Bilbao repültünk, ugye Rióból átszállva ide, hogy a hajókikötőjüket és az ipari várost, hogy tudták élhetővé, hangulatossá, turisztikai szempontból érdekessé tenni, ez a 80-as évektől folyamatosan egy tervszerűséggel működött itt Bilbao esetében, egy csodálatos, hangulatos, gyönyörű és kulturális város. Még Bilbaóról fogunk beszélni, de még hadd kérdezzem azt meg, hogy én még a tinédzser koromban, szerintem a 80-90-es években még emlékszem az etára és a merényletekre, hogy ez a rész, ez már teljesen megdöglött? Hála jó Istennek, igen, valóban. Én most az elmúlt hónapban voltam kint Baszkföldön egy csoporttal, bor, kultúra, gasztronómia utazással, nagyon szép kis út volt, és előtte lévő napokban, már itthon is volt ebből sajtóhír, illetve kint még ennek a újságban a lenyomatát láthattam, de a legutolsó körözött ETA fővezér, tehát egyik vezér alakját, francia rendőrök francia területen, mert ők átnyúltak ugye mind a két területre a maguk cselekedeteikkel, őt is elkapták, tehát gyakorlatilag azon kívül, hogy már egy 4-5 éve eleve hivatalosan felszámolást, tehát bejelentették, hogy felszámolták magukat, még aki így menekülő volt a tettei miatt, tehát azt is börtönbe, francia oldalon börtönbe van, tehát gyakorlatilag megszűnt. Ők a függetlenség miatt a Franco érában születtek, amikor a Franco érának 75-ben vége volt, és áttértek egy mondjuk úgy, hogy demokratikusabb útra, alkotmányos monarchia, ugye a királyi család, királyi létezik, hogy ott valahol föl kellett volna magukat talán számolni, mondják a politikusok, történészek. Ők ezt nem tették meg, és sajnos az a baj, hogy nagyon sok civilek elleni támadást és merényleteket és gyilkosságokat követtek el. Ez valóban megbocsáthatatlan, de reméljük, hogy a jövő nem fogja újraéleszteni őket. Igen, olyannyira, hogy a Baszkföld egy prosperáló régió. Ami még érdekel, meg amikor ott
ami egyébként az, ugye a Spanyolországról az a sztereotípia, hogy mindenki hangos, mindenki nagyon élvezi az életet, stb. Ez főleg egyébként az andalúz területekre igaz. Igen. Baszkföld, amikor ott voltam ellentétben, pont egy teljesen más dolgot láttam, egy ilyen kis nemes mélabút a baszkokon. Te is így látod őket, hogy van egy ilyen nagyon komolyság, egy ilyen mélabú, egy ilyen kis révedező világ ez. Hát én inkább egy ilyen mértéktartó, intelligens, visszafogott, magát ki nem adó, ez a mélabú dolog nekem jobban portugáloknál jön be a fado kapcsán, mondjuk meg Észak-Portugália azért ugye nyúlványa pont ennek a résznek, és oda szerintem nagyon is illik ez a dolog, de révedeznek, hogy a régmúltban ugye micsoda nagyhatalom volt, mi lett belőlünk. Aha. Na most itt én úgy gondolom, hogy ebben a részben ők inkább mindig egy ilyen jó kiállással, de távolság tartok. Erre a munkámnál fogva pont ez a fiatalember, hogy mondtam, hogy a múlt hónapban voltam ott, aki a sofőr kollégám volt, tökéletes minden szempontból, de mindig éreztem, hogy van köztünk három lépés, nem mintha most ez baj lenne, csak hogy amit én eddig is ismertem úgy a baszkokról, vagy amit láttam belőlük, tehát ők egy mértéktartó, zárt közösségben maguk között, és a nyelvüket nagyon is ápoló. Ami egyébként gyönyörű szerintem, ilyen jó pörgős hangzás. Magyar nyelv után viszonylag még jó tanulni is, mert a mi nyelvünk és a erős pörgős hangzóink nagyon jól visszaköszönnek a baszk nyelvben is, és ennek az írásos dokumentumát, a legrégebbi baszk nyelvanyagot volt is szerencsénk látni egy 11. századi kolostor anyagában, levéltárában. Egyébként a spanyolok állítják is, hogy van egy ilyen jellegzetes baszk kinézet is, és egyébként én is azt gondolom, hogy én sejtem, hogy milyen egy baszk, ők ilyen magasak és ilyen nagyon büszketartású atletikus emberek. Téged oda rakhatnálak nyugodtan. Igen? Magasságoddal, meg esetleg kékszeműek, fehérbőrűek, szinte valahol érdekes is ez a dolog, mert a más része lendélen, ugye, amikor a berberekről beszélnek, ott is van egy ilyen típus, ami megjelenik közöttük, és nagyon sokan arra gondolnak, hogy a baszk területekről érkeztek akár a marokkói területekhez is, mondjuk évszázadokkal ezelőtt, és így, ahogy van, tehát egy ilyen egészen más kiállású, de többnyire igen magas alkató emberkékről, akár hölgyekről, akár urakról van szó, tehát hogy átlagon felül magasak. Tehát mondjuk a déli résznek meg pontosan a genetikájában pont az van benne, ami ez az olasz és az afrikai keverés, egy picike alacsonyabb emberek, az andalúzok. Baszkföld, ugye beszéltük róla, egy nagyon karakteres régiója Spanyolországnak. A fővárosa az Vitória vagy Gasteiz baszk nevén, de a legnagyobb város az Bilbao, már részben utaltál Bilbaóra. Az egy modern, sokak szerint nem is annyira szép város. Hát most kell elmenni megnézni, mert az, hogy hát először is ezek a ríjak, ami ez a bizonyos tengervíz és a folyó, mederbe befolyó víz és az édesvíz keveredése, egy olyan csodálatos ilyen vízhálózatrendszert is ad, és olyan módon, olyan szinten van városfejlesztés, városépítés, tisztaság, közlekedés, fejlesztés, épületek megóvni a régit, nagyon szépen óvják a régi műemléképületeiket. De van egyébként? Van a belvárosi környezetben, van. Jó, van feladatot is, éppen friss a dolog, ugye egy hónapja jöttem onnan el, például, hogy azért én is láttam, hogy ott még dolgoznak, meg kell is, de folyamatos restaurálások vannak, de ők a modern építészet jegyében rendkívül értékeset alkottak, és példaértékű az ipari városok sorában, tehát lehet ilyet olvasgatni róluk, hogy Bilbaót példának tekintik arra, hogy a ipari város is lehet élhető, lehet kedves, és lehet turisztikai. És hát ugye a Guggenheim Múzeum vezet. Ezt akartam mondani, hogy az a Guggenheim Múzeum épülete is ilyen nagyon extra egyébként. Hát, sokak nem is szeretik, sokak csúnyának tartják, de szerintem nagyon extra. Hát azért oda kell menni, és meg kell közelről nézni. Tehát egy különlegesség, a titániumból épült, ugye ez az épület 7 évenként mossák le, én bár 90-es években is láttam, nem kopik, tehát tökéletesen jól megvan, különleges a formája, és egyfolytában minden egyes dekorációjuk, minden egyes propagandájukban a bilbaiak esetében mindig van az ipar és az acél megjelenik. Tehát, hogy valamilyen módon visszaköszön az építményeikben is, főleg még azóta, és gyakorlatilag a belsőjét tekintve, a kiállításnak a minőségét tekintve mi is voltunk magában a múzeumban bent is, tehát látogatást tettünk a kiállítás anyagában. Rendkívül különleges, érdekes, de elsősorban mindig a 21. század hangulatának jegyében, és a város hangulata a 21. századot adja, természetesen a maga orvárosi részével, hiszen a híres Camino is átfut rajta. Tehát a kagyló legyomatok több helyen, nem csak ugye Bilbaóban, hanem itt ebben az északi vonalban megvan, de Bilbaónak is van útja, ami átmegy a
a Jakab sírhoz, Santiago Compostelába. Egyébként a Guggenheimen kívül még mi az, amit javasolnál, hogy Bilbaóban érdemes megnézni? Székesegyi múzeumok mindenképpen, tehát aki a kiállítások kedvéért érkezik ide. Hangulatilag ugye maga az, hogy a sétálok benne. Most nagyon sokan mosolyoghatnak majd, hogyha ennél a mondatnál fognak rá emlékezni. A hölgyek nagyon jól vásárolnak, és a számunkra meglepően nagyon jó minőségű árut, igen jó áron tudtak vásárolni, tudunk vásárolni. Tehát valahol meglepett az minket, hogy például igen erős, drágább zónában ugyan vagyunk, tehát a lakásbérlet, fizetések magasabbak, rezsiköltségek, de az élelmezésünkkel, a kis kocsmázásokkal, a pincoszokkal, amit ott esznek, ezeket a pálcikákra felszúrt ételeket. Ez minden esetben azt mondtuk magunkban, vagy aki jobban járt terep, hogy olcsóbb, mint Andalúziában. Tehát árfekvésben valamire nem sokkal, de hogy rosszabbat, úgymond drágábbat vártunk, és többen meglepődtünk tőle, hogy elfogadható áron van, pedig Észak-Spanyolországban. Igen, mert ezt lehet olvasni, hogy Baszkvár gyakorlatilag a legdrágább régiója egész Spanyolországnak, de akkor ez nem feltétlenül mindig így van ezek szerint. Nem erre a részére értendő, de egy nagyon jó friss adatot tudok mondani, hogy a legdrágább, ugye menjünk egyet a Bilbao San Sebastián, ugye másik csodálatos, a kis Rio. Na de jó, hogy Rióból érkeztünk. A kis Rio, mert a formája, a megjelenésre nagyon hasonlít Rio de Janeiro-ra, a Gastro utca, tehát ott van az, hogy a rövid utca szakaszban hány étterem van, tehát van egy nagyon komoly gasztrokultúra is ezen a helyen, de San Sebastiánnál is, tehát annál a városnál olyan ingatlan árak vannak, a legdrágább régiója a Spanyolországnak, négyzetméter árban 4-5 ezer eurót mondanak. Úgy általánosságban San Sebastián, most ezben biztos van, közelebb vagyok a elit negyedhez, a tengerparthoz, kicsit hátrább, de valami elképesztően rendezett és rendben lévő minden városuk, településük, úgy általában a baszkoknak. Igen, San Sebastián vagy ugye a Baszkmélyen a Donostia, ő a szerencsés baszkföldön, ugye, mert neki hihetetlen jó adottságai voltak, vagy vannak, a strandja is nagyon különleges. Miért különleges? Hát az adottsága a fehér homokos partja. Mondjuk úgy, hogy azért a különlegességét elsősorban mondjuk az a riói hangulat tudja, hogy ezt a feelinget meg lehet találni, de azért itt hideg a víz. Tehát alapvetően a helyiek, a helye, a augusztusi hónapban is 20-21 foknál nem több, de ők most május hónapban is ott voltak a vízben, fürödtek, San Sebastiánnál is, ami szerintem 14-15 foknál nem volt több, de maga a partja, az aranysárga, természetes homokos partja azért az északi részben egyedülálló, tehát ez lehet, illetve a hangulata, hiszen ott vagyunk a Gastro utca mellett, tehát aki ott a parton ott pihenget, kb. 500 lépés és utána ott van benne egy jó kis kocsmában, és igen, fogyaszthatja a megfelelő helyi specialitásokat. Meg én, amikor így végigcsöveztem Európát, arra emlékszem, hogy ott San Sebastiánban megálltam a strandon, és hogy valami ilyen épület, tehát a strandon voltam, de hogy egy ilyen gyönyörű épület. Gyakorlatilag egy korláton ültem ott. Igen, az egy királynője, a második Izabellának lehetett, talán ez lehet, ami teljesen kinyúlik, alatta megy az alagút, és kimegy egy sétányrész fölött egész a partig, lehet, hogy ez igen, lehetett. Na, az nem mindennapi azért. Nem, tehát az egésznek a rendszere, a helyezkedés, a királynői családja, az ugye a legközelebb ment a tengerparthoz, de ez úgy van ma megünk asszul a partrész megoldva, egy szikla tetején van ez a palota, illetve egy parkrész, ami nagyon mutatósan mindenki számára elérhetően sétálható, de alatta van az egyik fő közlekedési, a parti útja egy alagútrendszerrel. Különleges, érdekes, és közben nem vesztettek el területet sem, meg út is van. Igen. Egyébként San Sebastiánban mi az, amit még érdekes, mondjuk épület, múzeum, van-e valami, ami érdekes? Vagy az inkább egy ilyen életérzés ott lenni? Életérzés alapvetően. Tehát azt mondanám, hogy itt maga az, hogy olyan építészeti nyaralóvárosként is stílusjegyeket látnak a vendégek, tehát hogy milyen a nyaraló, hogy van megépítve, milyen ez a palota rész, milyen, de ez nem csak a partvonalra érvényes, hanem magának a városnak, tehát ugye ez egy tartományi székhely, ugye a három tartományi, illetve a tartományon belül megye székhely, ugye Baszkföldön belül, a Vitória ugye a főváros hivatalosan, de az a legkisebb településük. És ez is ezért San Sebastián helyszín, tehát maga az a rész, ahol viszont a gasztró utcák vannak, azok pedig 10-11. Századi román és kezdeti gótika stílusú templomokkal van tele, illetve kolostorokkal. Tehát látogatási szempontból én azt mondom, hogy ha körút, egy kis mini körútat csináltunk mi, két nap az már azért jó, és abban láttunk is, ettünk is, sétáltunk is. Ráadásul Bilbao meg San Sebastián, ha jól tudom, jó nagy riválisok is egyébként, hogy fociban mindenképp a Real Sociedad, meg az Athletic Bilbao. Igen, voltunk ott a meccsen, volt akkor meccs, és akkor Bilbao győzött. A Bilbao győzött? Akkor igen. Én egyébként a Sociedadnak drukkoltam volna.
Menjünk Pamplónába, ami igazából már Navarra tartomány, nem is baszk, de azért itt is vannak még baszk vonatkozások, nem Pamplónában? 120 km San Sebastiántól körülbelül a város távolsága Navarra, az egyik legkisebb tartományi része Spanyolországnak, ugye 17 autonóm jogú tartományi részre osztott alkotmányosan szavazás alapján a 80-as évek eleje óta Spanyolország, és nagyon sok apró pici van, és ezek nagy része fönt az északi területen van, mint a nagy borvidék Rioja is, 5000 négyzetkilométeres területével igazán kicsinek mondható, és mégis híres, nagyon komoly borászat folyik abban a környezetben. Pamplónánál pedig, tehát ő ugye a kettő között, tehát ugyanúgy a baszk nyelv létezik, megvan. Navarra szó a középkori hercegségek kapcsolatában nagyon fontos, tehát királyok sorát adta a spanyol trónra, tehát a középkori időszakban. Ő eléggé összeolvadt Kasztíliával kulturális értelemben mindenképpen a későbbiekben, most úgymond önálló, de legalább annyira baszk korona rész is volt, tehát azért ott is vannak uralkodók a maguk időszaka szerint, ugye királyok, mert ez Spanyolország 1479 az első idő, amikor összeáll, mondjuk úgy, hogy királyság, Asztúria, illetve bocsánat, a Aragónia és a kasztíliai két uralkodó, katolikus Izabella Ferdinánd. Innen kezdődik, de igazándiból Spanyolország egysége 1700-as évektől beszélhetünk róla, hogy ilyen, amilyen. És ezen a részen belül, tehát Navarra is félig baszk nyelvterület. Szóval határterület. Határterület, és minden kulturális, tehát ugye értelemben minden vegyesség vonható meg. Amitől nagyon érdekes ma napjainkban így ismert a világ számára jobban, a júliusi San Fermín ünnepek. És ez a San Fermín ünnep, ez nekünk, a mi számunkra is sokat hozott, mivel látogatást tettünk a pamplonai arénában, ahol nagyon ügyesen, nagyon fel vannak készülve rá a csodálatos óvárosuk mellett, a Magdaléna hídnál, ugye nevem szerint mindig emlékszem rá, amin az zarándokokat láttuk átsétálni, akik mentek Compostela fele, és az egész folyamatot, ami 10 napig, ugye hajnali órákban, korán reggel, egy 3-4 perces futtatásról van szó, aminek a tradícióját, az értékét, hogy hogyan bonyolítják, milyen játékszabályok érvényesek, és 10 napon keresztül ezekből a bikákból kiválasztott, tehát az arénán belül 2x2, tehát nagy matadorok jelennek meg Pamplonában ebben az időszakban, és 2x2, tehát egynek 2 bikát kell leszúrni, 3 matador van, a tradíciókat csinálják, ami az autentikus 18. századi hagyomány szerinti, mégis van egy kis különbség a pamplonai stílusban, mint mondjuk az andalusz rondaiban, de ezt az egészet végignézhettük, és egy olyan csodálatos, hangulatos óvárosa van, és megint a gasztróba belebutunk, mert egyfolytában... Arról még mindig beszélünk, azért ez egy elég megosztó téma, ez a bika viadal egyébként, meg ez a bika futtatás, de még vissza a bika futtatás, ez tényleg 3-4 perc összesen az egész? Összesen, minden reggel, 10 napon keresztül. Megvan a helye, a kiállítás a Plaza de Toros, az ugye úgy mondjuk, hogy arénán belül, de ez egy bizonyos szakaszból, egy bizonyos pontról indulva, egy bizonyos kötött útvonal szerint, karámok között beterelve az állatokat a megfelelő, úgymond, helyükre, és itt az, hogy kiébe először, másodszor, harmadszor, ezen múlik, hogy este például kilép fel, de sok minden más érdekesség van, de azt ott meséljük el majd, de hogy ez nem több, inkább ha baj van, ugye a jellegzetes öltözék, a piros sapka, fehérink, a piros derékőv, ez ugye hozzátartozik a helyiek részére a jellegzetes kis szalmapapucsukkal, vagyis kis cipőjükkel, ami mai napig is strandcipőként működik Spanyolország minden területén, hogy használják, de a veszélyt általában a maximum az külföldiekre azért jelent, mert nem alszanak, nem pihennek, élvezik az életet, tehát eléggé jól fogyasztanak, ugye, esetleg szeszes italt, és majd én vagyok a legügyesebb a bika előtt. Hát nem mondom, hogy tragikus véget érnek ezek az események, nagyon ritka. De azért szoktuk látni a híradásokban, hogy vannak sztorik. Mert azért ott fölkészültség van, elképesztő rendőri mentőszolgálat, minden létezik körülöttük, hogy mondjuk nagyobb baj legyen, meg egymást kihúzogatják a palánk mögé, tehát ez egy érdekes filmsorat, hogyha valaki ilyet lát. Úgyhogy Pamplonának ez a jellegzetessége, ez marad, ez néphagyomány, védett dolog, de ő náluk maga a futtatás az nem arról szól, már maga ez a reggeli hajnali futás, ez csak egy férfias villongás és ügyeskedésről szól. De én ezt akarom kérdezni, hogy miről szól ez valójában? Tehát, hogy erről szól, hogy mekkora macsó vagy, hogy így gyakorlatilag elfutsz meg a bika elől? Vagy azért egy kicsit akkor messzebb kell menni, mert a bika viadal az csak 1700-as évektől van karámok közé terelve. Aha. Tehát a középkori bika viadal mindig az utcán futott és zajlott, a búcsuk, a szent napok, szent ünnepek alkalmával, és
és hát ugye van is egy ilyen, hogy a pápa kiátkozta a spanyolokat, mert hogy az állatnak is lelke van, de hát ezt a fanatizmust most inkább a vadabb részéről mondom, amikor le is ölik, ugye, mert ez 1700-es években kialakult, úgymond szabálykönyv szerinti mérete, milyen fejnek kell lenni, honnan vették, milyen öltözék van, hányan kell, hogy megjelenjenek, hány részletre bontható ez. Ez egy klasszikus spanyol stílus. Egész más a korzikai, mert Dél-Franciaországban létezik. Egész más a portugál, és egy picit másabb a pamplónai is, mert ők nem szúrják le az állatot, tehát a végén nem ölik meg. Tehát van egy ilyen vegyesség benne, de gyakorlatilag az utcai futtatásnak középkori hagyománya van. Tehát onnan ered, amit ők megtartottak. Oké. Sokszor szóba hoztad, beszéljünk is a gasztronómiáról és a borkultúráról, hiszen nagyon jellemző erre a vidékre. Igen, hát természetesen megint azt kell mondjam, hogy dominánsan, klimatikus adottság szerint, ugye a Kantábriai tenger, illetve ennek a, ugye az Atlanti óceánban első részénél rendkívül halban és főleg kagylóban gazdag vidéken vagyunk, ha itt vagyunk. Tehát a legnagyobb halas, kagylós, tehát a tengerből kivett élelem, azért Asztúria, Galícia és itt a Kantábriai térség, még a baszkok, de ott inkább ma már az ipar dominál, ahogy mondtam, de a hal az ugye jelen van, minden formában, minden szempontból tengergyümölcse jelen van, de ez a vidék az, ami a legesősebb. A Pireneusoknak a lejtőinél vagyunk, tehát a mezőgazdaság szempontjából a szarvasmarha állomány, tehát a húsétel megint abban is dominál a gasztróban, de a tejtermékek, sajtok, tehát itt sajtkultúra, igen, magas fokon, úgy általában Spanyolországban is. A hegyvidék miatt kecskék, tehát ugyanúgy a kecske sajt jelenik meg sok szempontból náluk. A szidra jellegzetes kis könnyű almaleves üdítő italuk, ami az északi résznek specialitása mindenképpen. Tehát az egésznek a jellege, rendszere, és itt a hegyek miatt a jamón serrano, ugyanúgy a híres spanyol sonka, a hegyi sonka, az nem mondjuk Andalúziából erednek a mondjuk úgy, hogy a kinevelése a sertésnek, ugye a fekete lábú, makkal etetve, erdőben sétál, nem zsíros, hanem inkább izmos, sós levegőn, érlelve, nem füstölt áru, mint nálunk. Tehát ezt viszont ugyanúgy északon is, a Pirineusokban tudják, és meg is csinálják. Fűszerezés milyen az ételeknek? Van-e valami különleges fűszerezésű? Hát alapvetően inkább a sáfrány dominál mindenképpen egész spanyol területen. Amivel mi találkoztunk, tehát nem fűszeresen, tehát úgy értem, hogy nem erősen, csípősen, mondjuk paprikát nem is annyira használjuk, mert a sáfrány ez egy kicsit ugye lágyabbá teszi az ízeket, alapvetően azzal dolgoznak, de úgy különösebben fűszerfélét nem tudok megemlíteni, ami más lenne Baszkföldön, mint másfele Spanyolországban. És ugye ott vannak a borok, milyen borok vannak? Ezek a Larioja, ugye ez a vidék? Larioja, igen, ez a folyóvet, az Ebro partján vagyunk elsősorban az ő borvidékeikkel, de a Douro, ami keresztül folyik a Portugál, ugye a Portonál ömlik be, és a portói borvidék szintén nagyon híres, mégis teljesen eltérő bortípusokat tudnak eltenni, klimatikus adottság, föld, de maga a talajnak a viszonyai miatt, és hát ugye attól függ, hogy milyen víz, milyen folyó mellett vannak, de a riojai borvidék elsősorban az Ebro partjával kapcsolható össze, és elsősorban vörös és száraz. Tehát az, hogy fél édes, édes, ilyeneket meg sem szabad említenünk, mert nem értik, miről van szó. Tehát az nem, hát vannak úgy van desszertborok spanyoloknál is, a híres Jerez Sherry, Lendélen, Andalúziában, Cádiz városánál kell keresni. Igen. A Jerez, ami egy fantasztikus, erősen hűtött fehér borpárlatból aperitív ital, aminek van többféle száraz, félszáraz mondjuk, de van édes Sherry változata, tehát van nekik, de északon ez nem jön át. Tehát valahol akkora már a távolság, hogy például egy jó minőségű konyakot akartam a csapattal kóstoltatni, mert a spanyolok nagyon erősen a gasztróban konyakosok is úgy általánosságban. Pezsgő van. Tehát az a rész, hogy a észak-katalán részből jön a pezsgő, az északiak sokat íznak pezsgőt, spanyol pezsgőt, tehát a sajátjukat, de a bold brandy is, csak egy kicsit jobban kellett utána járnunk, mint mondjuk közé Spanyolországtól lefele, mert a nagy híres brandy készítők, azok is dél-andalus területen vannak, egyedül a katalánoknál a Torres család, Montserrat környékén, ami szintén fantasztikus konyakokat, brandyket készít, és ebből is nagyon nagy a kínálat, de azért tudtuk, szereztünk magunknak, úgyhogy megoldottuk ezt is. Szóval egy szó, mint ezek olyan borok, amire a legnagyobb borszakírók is csettintenek egyet. Hogyne. Bortúra volt, tehát elsősorban borászok vannak ilyenkor, az ilyen utakon, és számukra is nagyon sok új
újdonságot jelentett technológiájukban, megjelenésükben, hogy hogyan, hogy mondjam, a fogadás hogy van, hogy hogyan készülnek ránk, nem azért, mert itthon is hatalmas nagy fejlődés van, de akik ott voltak például ennél az útnál, azt mondták, hogy sok olyat merítettek belőle, amin elgondolkodnak, hogy otthon is fogják, itthon is tudják majd hasznosítani. Magdi, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, elkalauzoltál minket Brazíliába és Barcföldön. Nagyon szívesen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, tartsanak velük legközelebb is.